Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Itt az elmúlt pár hónap tapasztalatait szeretném összegezni ebben a megmaradt 5 percben, amit így a járványügyi intézkedések kapcsán, illetve a járványügyi eljárások kapcsán tapasztaltam. Elmondom a pozitív oldalát is, hiszen az is volt, de elmondom azokat az észrevételeket és esetleges kritikákat, amiket még nem késő, azt gondolom, javítani. 2020 egy különleges év sajnos a magyar embereknek, az egészségügynek és a gazdaságnak is. Most elsősorban az egészségügyet nézzük. Volt egy átszervezés az egészségügyben, járványügyi kórházakat alakított ki a kormány, és COVID ellátási protokollokat vezettek be az egészségügyi intézményekbe. Az országos mentőszolgálatnál, illetve a kórházakra óriási teher hárult, hiszen ők végezték a teszteket, a betegeknek az ellátását és megfigyelését végezték. Majd azt leszögezhetjük, hogy az első hullám, amin kormány szerint túl vagyunk, az akkora áldozatokkal nem járt, mint Európa összes többi államába. Ha azt nézzük és a kommunikációt figyeljük, hogy szeptember 1-jére apostrofálták a második hullámot, amely véleményem és más szakemberek véleménye szerint sem a második hullám, hanem az első hullámnak még ez a folytatása, hiszen a tesztelések száma nyáron csökkent, ezáltal nem is láttunk pozitív covidos eredményeket, viszont ahogy bejött szeptember 1-je, hirtelen megugrott egy 1000-es szám, tehát a vírus szabadjára lett engedve, én azt gondolom nyáron, és ez az 1000 körüli betegszám, ez napi szinten megvan. Ugyanúgy, ahogy emelkedik sajnos, azt el kell mondanunk, a lélegeztetett betegek száma és az elhalálozások száma is. Tehát az a tézis sajnos, amelyet kormányfő mondott, hogy az a kijelentés, hogy senki nem marad ellátatlanul, valamint az, hogy a kórházi kapacitások szinte korlátlanul rendelkezésre állnak, ez a tézis sajnos megdőlt. Miért dőlt meg? Az elmúlt héten, elmúlt hetekben, elmúlt napokban több kórházi igazgató segítséget kért a kormánytól, hiszen humán erőforrás gondjuk van. Ha visszaemlékeznek, én pár hónappal ezelőtt elmondtam, hogy vásárolhatunk lélegeztetőgépet, beszerezhetünk vírusfiltert, hogyha nincsen olyan szakember, aki ezeket a gépeket működtesse. Miniszterelnök úr bement egy kórházba, és egy szakemberrel beszélt, megkérdezte, van elég lélegeztetőgép. A szakember azt mondta, hogy lélegeztetőgép még van, csak technikus, azaz intenzív szakaszisztent nincs, aki ezt működtesse. Hogyha megnézzük, hazánkban közel 2000 szakaszisztens van, aki ilyen módon tud segíteni a lélegeztetett betegeken, és ezt nem lehet gyors talpalóval helyettesíteni. Amikor kitört a járvány, orvosokat próbáltak online átképezni a lélegeztetéset. Kérem szépen, pénzes professzor a lélegeztetés mechanikáját, a lélegeztetést, az 2 éven keresztül tanítja orvosoknak. Egy intenzív terápiás szakaszisztens képzése az 1 év minimum. És utána még jönnek az 5 éves fenntartó vizsgái. Ahhoz, hogy ezt a rendszert működtetni tudjuk, ahhoz valóban az kell, hogy dolgozókat csoportosítsunk át olyan helyekre, ahol szükség van rá. De most nézzük meg azt, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg. Ha felteszem, a Veszprém megyei kórházból elvesznek 3 intenzív terápiás szakaszisztenst, elvesznek a Pápai kórházból 2 intenzív terápiás szakaszisztenst, akkor az ott tervezett műtéteknek a száma az drasztikusan le fog csökkenni, és ez sajnos ki kell, hogy mondjuk, adott esetben halálozáshoz is vezethet. Mi lehet a megoldás ennek? Hiszen abban azért nem gondolt bele senki, hogy ezt az egészségügyi rendszert sajnos csak úgy tudjuk fenntartani, ha azok az orvosok, azok a szakdolgozók más-más munkahelyen besegítenek másodállásba, részmunkaidőbe. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Azok a fiatalok, akik itt hagyták ezt az egészségügyi rendszert és elmentek külföldre dolgozni, őket igenis vissza kell csábítani, meg kell becsülni, és egy egészségügyi kifejezés az adja meg a választ arra, hogy hogyan lehet megmenteni ezt az egészségügyet. Egy orvos azt mondta nekem, Lajos, ameddig a diagnózis nem mondjuk ki egy betegségről, addig nem fogjuk tudni kezelni. Ki kell mondani azt, hogy ez az egészségügyi rendszer sajnos nem bírja azt a kapacitást, amit miniszterelnök itt apostrofált. Nincsen benne elég humán erőforrás, nincs benne elég pénz, fegyver lehet van, csak nincs, aki a fegyvert működtesse a vírus ellen.
Nekem az a kérésem most innen elsősorban, mint ellenzéki képviselő, hogy nem gyáva az, aki az igazságot kimondja, és azt mondja, hogy probléma van, és segítsetek, hanem egy felelős döntés az, amikor egy ilyen vírus ellen küzdött háborúba kimondjuk az igazságot, és a segítséget kérjük, akár az önkéntesektől, akár az egészségügyi dolgozóktól. Köszönöm, hogy meghallgattok, és a türelmet elnök úr.